Te vagy Bálsz meg én, vagy Bálsz a Gábor meg én. Így van, ennyi. Csak éppen azt tudjuk, hogy a Marianna nem fog meg én menni. Tehát, hogy aki mögöttem áll, az nem fog kiesni. Könyörben, te akarsz benn maradni ebben a játékban, vagy a Tinát akarod benn tartani? Legyél már önző. Jó. Átgondolom a képet. Az lesz beadva, hogy Adrienn megy, te tudja róla, hogy ez lesz a köztudatban, de mégse ez lesz. És utána paf, megint ott jön négyen, ezek koppannak itt. Másodikat egymás után. Másik után jön be egy új srác, aztán úgy magam mellé fogom állítani. Nem érdekel. Jó estét! Elérkezett a 11. párválasztó napja. Ma egy lány búcsút intett a 20 milliós főnyereménynek. Marian védettséget élvez, úgyhogy az ő helye biztos. De még mindig nem tudja, hogy ő végzi el a piszkos munkát, vagy másra bízza azt. Gábor nagyon magabiztos, és arra készül, hogy ő ejti ki Orsit. Azt tuti, hogy meglepetésekkel és indulatokkal teli párválasztónak nézünk elébe. Azt te tudod egyébként, ugye, hogyha mondjuk ne, tudom, hogy nem lépnéd meg, ne és félre, de ha meglépnéd engem, akkor tudod, hogy ők lehet bevennének, de... Isten, de vágod, hogy te még mindig itt tartasz amúgy, Adrienn? Nem itt tartok, csak... De mit csak? Gondolkodtál azon, amit ennek mondtam? Gondolkodtam, és maradok Gábor mellett, tudom. Akkor ki fogsz esni. De csak annyi, hogyha esetleg megváltoztatnád a döntést, annyit megígéred, és ezt megígérem, akkor nagyon nem leszünk jóval. Én egy kicsit érzem, hogy egy picit a Peti, mintha tényleg védene, azt érzem, hogy... Ezek most meg ki fognak találni, de már nincsen idejük, mert dönteni kell. És miért fognak lepődni? Tegnap beszéltem Bencével, ja. És azt még nem mondtam, hogy már ugye amikor feljött ez, hogy mondtam neki, hogy én szimpatizálok vele, és lehet, hogy én a későbbiekben szeretnék vele egy párt alkotni. Ami mondom kamu. Persze. De mondtam neki. Nem ellenkezett. Igazából én ezt csak egy taktikai lépésnek szántam. Próbálok nyitni minél jobban a Bence felé, mert úgy érzem, hogy talán ő az, akivel nem annyira beszélgetek. Szóval Tina most már biztos. Szerintem a Tina nem a Bence mögé fog állni. Szerint? Pont ez az, hogy most engem próbál elvinni valahol. De az a baj, nem tud állni, mert most mit áll a Peti mögé, semmi esélye nincs. Beáll a Loki mögé, ott sincs semmi esélye. Nem, hogy még itt jó lesz az így, de jó lesz az így, akik kitermeltük, de hogy nem fogjuk mondani. Ne, ezt olyan pont mondtam, hogy utolsó pillanat. Csak akit érint, jó lesz. Csak akit érint, szóval akartok vonni még embert ebbe? Hát akinek kell tudnia valamire, azt tudni. Jó, de akkor én beállhatok a Gyula mögé. Mert azt is... Nem, csak azt, hogy van egyet, te is a tudom, azért kérdezem, hogy akkor... Jó. Teljes mértékben mindent megtettünk azért, hogy vagy a Tina, vagy az Adrienn essen ki. Úgy gondolom, hogy ez egy játék, és minél jobban fogynak az emberek, annál jobb. Azt te tudod egyébként, ugye, hogyha mondjuk ne, tudom, hogy nem lépnéd meg, ne és félre, de ha meglépnéd engem minden, akkor azt tudod, hogy ők lehet bevennének, de... Isten, hogy te még mindig itt tartasz amúgy, Adrienn. Nem itt tartok, csak... De mit csak? Ha nem itt tartok, akkor nem mondok ilyet. Jobb vagyok, szerintem nem lennék. De nem lennék. lenni egyáltalán. Most nagyon nehéz nekem egyébként bent a hotelben, én ezért is vagyok inkább most Tinában, meg fent a szobákban, mert iszonyatosan nehéz megjátszanom magamat. Sajnálom, hogy nem úgy játszottam, hogy egy kígyó, álszent, búkó, áskálódó, ilyen olyan flegmafejű lány vagyok. Lehet, hogy ez lesz a vesztem, aztán kiderül, úgyhogy várom nagyon a ceremóniát, aztán meglátjuk, mi lesz. Mindegy, kiderül minden 8 órán belül, most mit történik. Hát akkor meg mi a húzna? Úgy mondtad ezt a kijelentést, mint hogyha mostantól egy meg se fordulnak fejedbe. Te tényleg? Jó, csak félek, Gabi, értsd meg, hogy félek. Orsi, hova áll? Majd meg? Majd meg, meg tudjuk. Tudjuk. Utolsó, még én se tudom. Ja, értem. Ja, jó. Jó. Nem tudom, mit terveltetek ki, de nagyon neked is vicces lesz. Én úgy gondolom, hogy a Mariannáinknak a bizalmát szerintem elnyertem. Tehát ez a dolog kipipálva. Én nem gondolom azt, hogy most egyelőre még félnem kéne a Mariannáiktól. Orsikám, hallod? Micsoda? Hát, ha utolsó napod. Hát, ha utolsó napod. Vagy nekem, vagy a Mariannának. Ami nem lehetséges. Én maradok még egy tudom. Vagy pár napot. Lehet, hogy jövő hét közepén fut. Néznék nagyokat. Én még direkt nem mondtam el se Laurának, se Orsinak, hogy hova fogok elni, mert igazából nem vagyok még biztos benne, hogy hova fogok, és nem akarok bevonni felelőtlenül harmadik szemét, csak mikor már biztos a tervünk. Mondjad. Gyere, inkább menjünk fel a szobánkba. Nem jót a sarokba? Nem. Nagyon nap van. Hát jó, most az a kérdés, hogy napozni akarsz, vagy beszélgetni? Ja, beszélgetünk, csak itt nézd csak Peti, itt senki nem. Nem jó. Én nem akarom, hogy ezt hallja bárki is, amit mondok. Ja. Köszi. Ott volt Marianna. Párod, gondolom mindent tud. Gondolom tud mindent, amit. Nem. Ezért akarok úgy beszélni. Jó, fura nekem ez, a páromnak által mindent elmondok. Jó, csak éppen nekem... Ezért fura nekem ez. Fontos. Marianna is, hogy benn maradjon, meg az is fontos, hogy te benn maradjál. És sajnos... a kettő jelen pillanatban nem azt mondom, hogy kizárja egymást, csak éppen veszélyeztetve van. Gondolkodtál azon, amit tegnap mondtam? Gondolkoztam, és maradok Gábor mellett, úgy döntöttem. Akkor ki fogsz esni. És Gábor ki akar rakni téged. Azt akarja, hogy az Orsi is te álljál mögötte, és téged akar kiejteni. És szemtől szembe akarja megmondani az arcodba, hogy ki akar ejteni. Az Orsi be fog szerinted állni mögé? Az Orsi szerintem be fog állni mögé. Mivel, hogy tegnap ugye a hajón is normálisan viselkedett a Gábor, és ugye az egyik srác, aki bizalmas számára, az a Gábor. Most azt nem tudom, hogy a Peti jót akar nekem, vagy nem akar jót nekem. Egyszerűen nem tudok rájönni. És én nem fogok ebbe belemenni, mert szerintem csőbe akarnak húzni Mariannával, hogy ők Petivel együtt, egy párként mozognak, és tuti, ez valami csőbehúzás lesz. Hogy gondolod? Hát, Gyula. Mariann kimegy? Nagyon sok. Helyéről. Szerintem ki. Okozott már ő meglepetést? Tinára és Adriennre vannak kihegyezve. Ki, Mariann? És ezt miből gondolod? Nem tudom. Látom, észrevettem. Itt, Bencsik, szerintem az a gond, hogy ezt ők akarják elérni. Én nem tudom most jelen helyzetben hova tenni a Peti és Mariann viselkedését. Szerintem ők úgy akarnák kihasználni a védettséget, hogy kellemes hasznossal egybekössenek, azaz Marianna is maradhasson a Peti mellett, illetve a védettség is ki legyen használva. Én nagyon remélem, hogy ez nem így fog alakulni, és bízom benne, hogy pozitív lesz az egész dolog kivenetele. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Pető, hogy ezt megosztottam, most magamévá teszem. Beszéljünk majd még délután, töprengél ezen, aztán az lesz, hogy mi lesz, nem tudom. Persze. Most mérlegelem? Mérlegel. Aztán beszélünk, jó? Jó, van, én meg. Puszi. Szia. Itt mutatsz majd valaki, ilyen pörgeti vele? Aha, Tina. Segítek persze. A végét. Megfogod? Aha. Na, berakom hátra. Nem arra, nézd. Erre, arra megy. Arra? Ne, erre. Az meg erre. Igen. Nem arra, erre. és ebben tud majd közéknak valaki ugrani, de majd nem. Úristen, ez jó lenne. Én egy kicsit érzem, hogy egy picit a Peti, mintha tényleg védene, azt érzem amúgy. Hát lehet, hogy véd, de közben savaz is. Igen. Másokat is, meg téged is szerintem. Igen. Csak nyilván nem a teszemedbe. Tudom, és azt mondta, hogy állj mellé, mert a Marina mindenképpen robbantani akar, és robbantani is fog. Úgyhogy azt mondta, hogy beszéljünk a ceremóniát és az ebéd után, és adjam meg a válaszomat, mondjam el, hogy mit döntöttem. De mondtam neki, hogy még át szeretném gondolni, hogy mi legyen, mi a helyes, hogy mit mondjak. Mert azt mondom, hogy odaállok akkor a Peti mögé, akkor Mariana tud robbantani, és akkor odaáll vagy Tina mögé, vagy Lütyő mögé, és szerintem ugye Lütyő mögé odaállna simán, hogy az Orsi kiessen, vagy a Tina menjen. Laurát nem fogja bántani szerintem. Viszont te meg ott maradsz mögöttünk, abban a tudatban, hogy... És ezen, hogy? Abban a tudatban lesznek ridvá, hogy jó, akkor ez senki az Adrienn, ha ennyire értetlen, maradott a Marianna mellett, vagy a Peti mellett, azt utána meg mégiscsak benn maradsz, mert Gábor téged választ. Gáborral mi ezt megbeszéltük, hogy semmiképp nem fogja az Adriennt kiejteni, viszont mindenki felé az van elhintve, hogy neki elege van Adriennből, és a Orsit fogja választani, és... Szerintem Adrienn is tudja nagyon jól, hogy én nem feltétlenül akarok neki rosszat, hanem inkább jót. Na, mi újság? Minden ok. Veled? Gondolkodtál? Aha, gondolkoztam. És beállsz Gábor mögé? Igen. Bízom. Figyelj, azért bízom benne. Én nem tartom magam egy hazug embernek, Peti. Úgy gondolom, hogy tudod, beszéltünk, vannak szövetségesek. Az én szövetségesem Bence, Tina, Gábor, ugye, és vagyok én. És én úgy gondolom, hogy ha Gábor ezt megteszi, akkor emberileg is leírta magát, szövetségesileg is, már ez hülyén hangzik, de én úgy gondolom, hogy akkor szólt volna a Bence meg a Tina. És te hol fogsz állni? Úgyhogy én a Gábor mögé beállok. És a Tina? Hát a Tinával beszélges erről, én most nem tudom, hogy ő mit akar, de gondolom a párcsere marad. Kíváncsi, hogy ki fog mögém állni. Mert azt tudom, hogy a Marianna nem fog mögém állni, ezt biztos, 150%. Nem fog mögém állni. Nem fog mögém állni. De ne haragudj, hogy ezt mondta, az utolsó 15 napban szerint kockáztatná a helyét. Aha. Helye van mellett. Nem fog mögém állni. Nem fogom úgymond tényleg így azt csinálni, hogy csak így befeküdni abba, amit megint a Peti mond, és akkor hát vagy, és akkor utána mondjuk nem áll el a Marian, ránéz a Peti, és ennyit csinál, hogy szokott. Bocsi. Nem. Itt vagy? De szeretném én, hogyha még most így az előtte elkezdődik ez a párválasztó, azért tennél nekem még egy ígéretet, mert ez fontos számomra a közeljövőben, hogyha nem maradsz, akár úgy, hogy nem az én párom, vagy akár úgy, hogy az én párom, vagy egy értelmszerűen nincs probléma, de csak annyi, hogyha esetleg megváltoztatnál a döntést, annyit megígéret, és ezt megígérem, akkor nagyon nem leszünk jóba. Csak mondom. Jó? De ha meg egy pár leszünk, akkor nincs semmi probléma, és odaállsz, igen, hogy mondtál. Jó? Mert a... Jó? Na, csak ennyit akartam. Eljött a délután, ahol akarva akaratlanul mutatnom kellett kifele azt a többieknek, én az Adriennt fogom mindenki kiejteni. Az Orsi ezt igazából elhitte, meg úgy gondolom, hogy jól ment nekem ez. Mondom, egy operett, mondjuk operetten nem is, de egy madárszínházban lehet elgondolkozom, majd ha kimegyek. Amiről végtem. Na várj, kikeressük. Izgulsz? Na, nagyon. Ez az egy van itt? Aha. Te izgulsz, mondjuk neked. De én is izgulok, mert nem akarlak hiányítani. Csak nem tudom hová, és nem akarok rossz helyre állni. Én Bence mögé. Az a baj, hogy tudod, nekem nincs más, aki ezzel elhatni. Hát még a Peti. Csak azért már nem akarok olyan helyre állni, hogy te kiállsz. De Peti mögé nem áll senki. Hát de lehet, hogy áll. De akkor ott maradsz Bencénél? Mint ott maradok. Bízok benne, nem tudom, hogy te hova akarsz, vagy... Én nem akarlak kiejteni. Én Mariannában egyáltalán nem bízok, szerintem nem őszinte, de valamilyen szinten jó eset, hogy bejött hozzám, de biztos vagyok benne, hogy ki akart szedni belőlem valamit, hogy hát ha elmondok egy olyan dolgot, amivel ő előrébb tud jutni, de nem érzem azt, hogy sikerült neki. Többiek halálosan meg vannak győződve arról, hogy párcsere lesz, viszont senki nem gondolt arra, hogy ki fog mögém állni. Hát ezt mondtam. És mindegyik azt mondja, hát Marianna, Marianna. És megmondtam, hogy Marianna nem fog mögém állni. Tehát nem gondoltak arra, hogy Marianna tényleg nem fog mögém beállni. Úgyhogy ez a legbiztosabb, ha mögém beállsz. Nem. Ezek most valami fognak találni, de már nincsen idejük, mert dönteni kell. Jó, akkor te vagy. Rendben, köszönöm. Most én így egy kicsit a könnyebb útnak látom, és inkább járnám azt, ami a nehezebb. Főleg, hogy új játékos vagyok, és szeretnék bizonyítani, hogy egyáltalán nem riadok vissza semmitől. Én bízom a szerencsében. Én is. Nagyon. Én is. És hogy meg fognak lepődni a játékos társadalmat. A ceremónia előtt vegyes érzések voltak bennem, mert bíztam abban, hogy a tervünket végig tudjuk vinni Mariannával, illetve kicsit féltem attól, hogy a tervünket végig tudjuk-e vinni Mariannával, ugyanis nem voltam teljesen biztos abban, hogy az az eszmefuttatás, amit mi követünk, az a valós helyzettel megegyezik, vagy sem. Ez a hét is eseménydúsan telt az Édenben. Azonban a legizgalmasabb rész még csak most következik. Marian védettséget kapott az új csábítótól, Orsitól, Tina pedig nem állhat be a jelenlegi párja Gábor mögé. Lássuk, hogyan oldják meg a lányok a nem várt kavarodást, és ki megy haza a 11. hét végén. Én úgy gondolom, hogy minden külső behatás ellenére, a megbeszéltek, ezt tartjuk magunkat minden négyen. És tényleg, ha ez sikerül, akkor azt tudom mondani, hogy egy nagy vigyor lesz mindenki képén, és megmutatjuk azt, hogy a 6-4 ellen az mégsem rossz arány. Most nyugodt vagyok, mert Mariannától nem tartok, úgy gondolom, hogy a szövetségesem jelenleg ebben a helyzetben még nem szúrna hátba. Sziasztok! Szia! Szia! Vártatok már? Nagyon. Boldogság, öröm, igen? Iszonyatosan? Ugye hétfőn érkezett hozzátok Orsi, aki küldetésre érkezett, és a küldetését sikeresen teljesítette is. Ezzel Marianna védettséget élvez, és Tina és Gábor párosát pedig szétrobbantotta, így Tina és Gábor ma nem alkothat egy párt. Ma este ugye a lányok választanak párt, és mivel Mariannának védettsége van, így ma ő élhet azzal a lehetőséggel, hogy hazaküld egy lányt. De akár másra is rábízhatja a piszkos munkát, és akár egy olyan fiú mögé is beállhat, akit egyik lány sem választott. Marian, ugye Orsitól te kaptad a védettséget a 11. héten, ez igazából egy nagyon nagy ajándék, te is így érzed? Igen, így érzem, ez nagyon nagy ajándék, mert nagyon nagy bizalmat szavazott nekem, és ebbe bebiztosított erre a hétre, hogy én nem eshetek ki, és tényleg megtisztelt a bizalmával. Kicsit izgulok, remélem, hogy az A-tervünk sikerül, ha nem, akkor a biztos B-tervet vesszük elő. Orsi, ugye nem volt könnyű dolgod, mert új beköltözőként azonnal szétrobbantottál egy párost Tina és Gábor személyében. Milyen a viszonyod most Gáborral, Orsi? Én szerintem nagyon jól megvagyunk, beszélgetünk. Egyébként meg tudnál bízni Gáborban? Én senkiben nem tudok 100%-osan megbízni, csak saját magamban. Én úgy gondolom, hogy meg tudnék bízni Gáborban. 100%-osan? 100%-osan? Nem vagyok benne biztos. Ezt mind a két fiúra el tudom mondani, hogy hallottam rossz híreket, és ez nagyon befolyásolta a döntésemet. Peti a másik fiú? Így van. Már lassan én sem tudom követni egyébként, hogy hol mi van. Tehát ez azért nagyon durva. Kivel mit beszéltem, ki mit mondott előző nap, és ez a rossz tulajdonság, amit figyelek, de így egy idő után kikapcsol az anyag. Tina, te hogy állsz a bizalommal neked? Vannak bizalmasaid? Igen, én úgy gondolom, hogy a játékban van 3 olyan ember, akiben megbízhatok. 3? 3. Gábor, Bence és Adrienn? Igen. Múltkor ugye 4-en meglepetést okoztatok. Ma estére is tartogattok esetleg valamit? Hát mivel nem állhatok Gábor mellett, ezért mindenképpen meglepetés lesz. Ha jól emlékszem, Mariant nem említetted a szövetségeseit között. Éppen ezért nem félsz tőle? Dehogy nem félek. Lehet én megyek haza, de szerintem itt minden lánynak van félnivalója. Tina szerintem egy rendkívül felületes személyiség, és számomra nem egy értelmes lány. Nem is beszélgettünk egyébként, tehát semmilyen kapcsolatom nincsen vele. Nem akarok vele egy közösséget alkotni. Laura, te elég jó viszonyt ápolsz Mariannal. Szerinted képes lenne odaállni, ahova te? Én úgy gondolom, hogy ebben a játékban semmi sem biztos. Sokat beszélgetünk a Mariannával, de ugyanúgy én is veszélybe vagyok, mint a többi lány. Természetesen van bennem egy olyan érzés, hogy, maradok. Hogy maradsz? Igen, nagyon szeretnék maradni, és ezt talán keresztbe húzza a számításaimat, vagy sem, az majd kiderül. Bence, ugye köztetek Adriennel semmi komoly nem alakult ki? Hát szerelem talán, de ez nem annyira komoly. Semmi, nem, csak játékostársi kapcsolat. És terelgetem, ahogy tudom. Adrienn, úgy látom, hogy feszültebb vagy, mint valaha. Ez minek köszönhető? Igazából ez a hét, ez nagyon tanulságos hét volt nekem, mert nagyon sok minden kiderült, nagyon sok játékosról a szememben. Nem fog neveket mondani, nem fog szituációkat mondani, de nagyon durva hét volt. Ha az én kezemben lenne egy védettségkártya, akkor Mariannát kiejteném azon nyomban, és Tina is ezt tenni. Kezdjük is a 11. párválasztott ceremóniát. Lányok, egyesével foglak benneteket szólítani, és kérlek, álljatok be annak a fiúnak a háta mögé, akivel szeretnétek folytatni a játékot a 20 millió forintos főnyereményén. A szabályok ugyanazok, mint eddig, amelyik fiú mögé 2 lány áll, ott a fiú fog dönteni a lányok sorsáról. De csak abban az esetben, hogyha az egyik lány nem Mariann, mert ő a védettsége miatt biztos, hogy játékban marad. Laura, veled kezdünk, kérlek, válasz magadnak párt. Na, folytatódik a cicázás Gyulával? Ó, és meg is érint. Igen, úgy gondolom, hogy teljes mértékben megbízhatunk egymásban, és vele szeretnék eljutni a végjátékig, ha van rá lehetőségünk. Barbara, te következzel, gyere kérlek. Kíváncsian várom, hogy kit választasz. Végülis hülyeség is volt tőlem, mert össze is öltöztetek, úgy látom, a ma estére. Ez volt tiszta. Ennyire bevált a jó fiú Loki? Így van. Szeretném vele folytatni a játékot. Valamilyen más indok? Hát tök jól néz ki mostanában, nem? Igen? Aha. Annyira királyarc a Barbara, hogy elképesztő. Csak ezt a mocsadvány alpári stílusát néha, ezt elhagyná, akkor még jobb lenne, de még ez is belefér. Tina, rajtad a sor, viszont neked egy nehezítésed van. Ugye emlékszel rá, hogy Gáborral nem alkothatsz egy párt? Ennek fényében válasz magadnak párt. Visszatértél Bencéhez akkor? Igen. Tehát Tina, más nem is jött szóba akkor? Nem. Szeretek vele lenni, és úgy érzem, hogy 100%-ig megbízhatok benne, és ez nekem pont elég. Adrienn, te következel. A nagy mellényű rossz arcú, mi? Így van. Bírom a rossz fiúkat. Igazából ezt hívjuk klasszikus párcserének. Így van. Én segítek Tinának, én nagyon-nagyon kedvelem itt Tinát, és igazából szembe köptem volna magamat, hogyha nem megyek bele ebbe a párcserébe, mert nekem nagyon fontos itt ő. És Gábor jó párod lesz szerinted? Ha jól dönt, akkor igen. Orsi, te először választhatsz párt magadnak itt az Éden Hotelben. Kérlek, állj be annak a fiúnak a háta mögé, akivel folytatni szeretnéd a játékot. Orsi, te először választhatsz párt magadnak itt az Éden Hotelben. Kérlek, állj be annak a fiúnak a háta mögé, akivel folytatni szeretnéd a játékot. Hogy van ez, Orsi, akkor Peti iránt nagyobb a bizadalmad? Jelenleg úgy érzem, hogy igen. Segítettem nekik egy védettséggel, és csak abban tudok bízni, hogy esetleg ők is segítenek nekem. Nem érzed azt veszélynek, hogy Peti és Marianna igazán jó párost alkotnak itt az Éden Hotelben? És lehet, hogy azt a fajta védettséget, amelyet Marian kapott, azt nem feltétlenül szeretnéd beáldozni miattad. Bízom benne, hogy élni fog a lehetőséggel, pont azért, mert a végjátékban vagyunk. Aki már az nyer. Nem vagyok még biztos benne, hogy hova fogok állni. Nekem már nagyon fontos, hogy Petivel egy pár maradjunk, meg tényleg összetartozzunk. Peti, te mennyire örülsz annak most, hogy Orsi mögéd állt? Hát ez egy merész lépés volt Orsi részéről, mert a megérkezése óta folyamatosan azt kommunikáltam felé, hogy Mariannával mi mennyire stabil és harmonikus pár vagyunk. Lehet, hogy itt valami kommunikációs félresiklásról lehet szó. Gábor, ugye korábban Orsi azt mondta, hogy benned és Petiben bízik, mégsem mögéd állt. Hogy érintett ez téged? Elég furán. Persze számítottam erre is, mert benne van a pakliban, de én tettem egy ígéretet az Orsinak, hogyha nem úgy fog cselekedni, amit fölmondott nekem a saját fürdőszobájába, akkor mit fog kapni tőlem az Éden Hotelbe. Én ezt be is fogom tartani. Mikor Lapi? Én ezt be is fogom tartani, na, és hát kíváncsi leszek, hogy hogyan fogja fogadni ezeket a dolgokat. De nem úgy cselekedett most Orsi? Nem. Nekem teljesen mást ígért. Mást ígért? Igen. Mit ígért? Szóval mögén fog beállni. Megemelem a kalapom, és azt mondom, hogy iszonyatosan színésznő vagy. Voltak olyan pillanatok, amikor elhittem azt, hogy megbízhatok benned, de ez nagyon gyorsan elmúlt. Én sajnálom, hogy ez így alakult, nem éreztem 100%-osan azt, hogy teljes mértékben megbízhatok a Gáborban. Egyelőre azt sem tudhatod, ugye, hogy Marianban megbízhatsz-e, mert ő, amelyik fiú mögé fog állni, ott teljesen biztos, hogy az a lány fog kiesni ma este az Éden Hotelben. És hát nem játszhat tovább a 20 millió forintos főnyereménnyel. Marian, mivel neked védettséged van, ma este te választasz utoljára. Ahogy látod, minden fiú mögött áll már valaki, úgyhogy biztosan hazaküldöd az egyik játékostársad. Jól gondold meg a döntésed. Marian, meghoztad a döntést? Meghoztam. Készen állsz? Igen. Akkor kérlek, indulj el. Hoppá! Feláldozod a Petivel való kapcsolatot? Igen, meg Gábor nem volt a párom, úgyhogy úgy döntöttem, kipróbálni őt is. Ezen kívül valami komolyabb, erősebb indok? Hát Adriennek szerintem már nagyon sok esélyt adott a csapat, többször is. Én is adtam egyet a múlt héten, hogy fogjunk össze, ha jön egy új játékos. Úgy éreztem, hogy már a hét elejétől, ahogy megérkezett Orsi, teljesen ellenséges voltál velem, előtte is, meg egész héten. Én így döntöttem, Petinek felvázoltam lehetőségeimet, én úgy tudom, hogy ő felajánlott neked egy másik lehetőséget, hogy állj be mögé, ebben nem éltél, lehet, hogy ő másképp döntött volna. Adrienn, tényleg ebben te miért nem gondolkodtál? Ha ez tényleg igaz, hogy Peti felajánlotta. Mondta Peti, de nem így lett volna, nem így volt a tervünk a többiekkel. Úgyhogy én nem tudtam, azt hittem, hogy ők rosszat akarnak nekem, mert igazából Mariannán éreztem egy kis ellenszenvet. Adriennek még odaszúrtam azt a lehetőséget, hogy Peti lehet másképp döntött volna. Ezért igazából Petit akartam egy kicsit menteni, meg Adriennek akartam még egy kicsit fájdalmat okozni, hogy ő nem esett volna ki mindenféleképpen. Adrienn ezt el is hitte. Picit már bánom, hogy annó adtam neki egy esélyt, hogy bennmaradhatott a játékban. Mármint ezt most Mariannára értem, hogy nem snazsit tartottam bent. Tényleg lehetséges, hogy őszinte volt velünk a szövetségeseivel. Nekem egy-két mondatomba került volna, és több ember átállt volna a snazsi oldalára. Én nem tettem ezt meg, ő mellette tartottam ki, amit rettenetesen bánok. Én Gábor, van. Te most szomorúnak tűnsz. Miért? Nyugi. Én úgy gondolom, hogy érontottam ezt el, mert talán többször megkérdezték a társaim, hogy biztos vagyok-e egy dologban. És én azt mondtam, hogy teljesen biztos vagyok benne. Tehát ha Orsi mögéd állt volna, mert akkor Orsit kiejtetted volna? Igen. Hát még mindig nem készültem fel teljesen, gondolom. Agyban is. Teljes mértékben nem tudom kiismerni az embereket. Folyamatosan figyeltem Mariannát a ceremónia alatt, és voltak rossz érzéseim, de azokat egyből elhesegettem. Hiába ez már Mariannának ez egy eldöntött dolog volt, ugye, de mégis úgy gondoltam, hogy hát ha nem. Hát ha van valami, ami miatt nem. Nem tudom, Peti, te ezeket nem tudod, de iszonyatosan mocskos módon beszélt a Marianna rólam ez alatt az 5 napban. Bevallom, ha úgy volt. Csak mondom. Akkor... Hát igazából nagyon örültél, hogy engem ki akar a Gábor ejteni, és ez az Gábor, melletted leszünk, nagyon jó, csináljuk, tök jó, és álltok felcsillant, aztán nem hazugsággal, ugyanúgy, hogy ő biztat minket hazugsággal, akkor ő nem volt mocskos, mikor megígérte nekünk, hogy téged ejt ki, az Orsinak meg az, hogy... Van egy nagyon fontos tanulsága a ma estének, ami az őszinteség versus hazugság. Ha az ember őszinte, akkor legyen tényleg őszinte, és tartsa magát a szavához. De hogyha az ember hazudik, akkor hazudjon olyan mesterien, hogy arra ne jöjjenek rá a laikus játszótársak. Én hibáztam, én magamat hibáztatom. Volt egyébként egy női megérzésem, lehetséges, hogy Peti mögé kéne állnom, lehetséges, hogy a saját női megérzésemre kellett volna hallgatnom, és az önös érdekeimet néznem. Nem néztem, buta voltam, ezt jól elbaltáztam. Gábor, te hogy fogod érezni majd az új pároddal, Marianna? Nem szeretnék most semmit sem mondani, nem tudom. Biztos, hogy nem lesznek jók az a napok, az éjszakák, a percek, meg az órák. Marianna döntésének értelmében, mert ő ma védett volt a mai játékban, Adrienn búcsúzik az Éden Hoteltől. Adrienn, kérlek, búcsúzz el a társaitól. Jó utat! Máskor hallgass rám. Én örülök. Megint végbe ment egy olyan terv, amit nem is gondoltunk volna, hogy végbe mehet. Jó lesz ez. Nézd a fejüket. Tudom, megbeszéltük. Vagy őszinte jó. Siess haza. Vagy nyerd meg. Ez még jobb lenne. Ez magam. Jó, Isten. Pár ember kimaradt a sorból. Jó utat kívánok, Adrienn. Köszi. Szerintem elférsz a gépen. Hogy csináltad? Mondom, köszi, amit ő csinált. Elmentem meg a poénja, hogy jobbak lesznek kicsit. Biztosan. Ez nagyon gáz. Az életem habos tartakáért. Jaja. Ez elég komoly volt, amikor Loki beszólogatott nekem, és undorító módon beszélt, de bevallom őszintén, egy undorító embernek tartom a Lokit. Csalódtam benned rendkívüli módon. Adrienn, mi fog neked a leginkább hiányozni innen? Hát aki nagyon fog hiányozni, ő már otthon vár, úgyhogy igazából én boldog vagyok, de akik nagyon fognak hiányozni, az tényleg Tinácska, Bence, iszonyatosan én benne nagyon megbíztam, és Gábor. Adrienn, viszont számodra most véget ért a játék, 55 napot töltöttél itt az Éden Hotelben, vigyázz magadra, én viszont elbúcsúzok tőled, jó? Örülök, hogy megismertelek. Én is. Jó utat hozzá. Szia! Ciao. Remélem mindenki jó párt választott magának, és vannak bizalmasai, mert erre most nagy szükség lesz. Hamarosan indul a véghajrá, lehet kapkodni a levegőt, amíg csak bírjátok. Legyen jó éjszakátok! Sziasztok! Ciao. Szia. Gábor szerintem össze van most törve, csalódott volt. Lehet, hogy azért, mert Adrienn hazament, de lehet, hogy azért, mert megint sikerült átvágnunk. Gáborral nehéz dolgom lesz a héten. Nem szeretem Gábor jelenlétét, irritál, nem az én világom, nagyon távol áll tőlem a viselkedése, meg így az egész ember. Gyere, Barbara! Mi lesz? Örök, hogy itt vagy. Alig vettem vissza, de azt mondja. Rögül, bölcsöttem. Azt mondja, hogy a víziség. Víziség. Hibásnak érzem magam, hogy Adrienn távozott az Éden Hotelből, végleg, és én nem tudtam engedni abból, amit én elterveztem, és mondani azt az Adriennek, hogy figyelj Adrienn, pedig megfordult a fejemben, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy tényleg jót akar Peti, de az önös érdekeimet néztem, és azt, hogy én majd bizonyítsak magamnak, és a játékosoknak, és mindenkinek, hogy végeztünk ezt minden egyedül. Én úgy gondoltam, hogy teljes mértékben elbízhatok az Orsiban. Kicsit viccesen, hogy egyébként tök mindegy, hová állt volna amúgy az Adrienn, mert hogyha Marianna őt akarja kirakni, akkor a mögéd áll is. Oké, hogy te ha más áll mögéd, akkor bent tartod, de akkor akkor Marianna visszaállt volna mögéd, ezt akkor cső. Hibáztatni senkit nem tudok. Hibáztatni magamat sem tudom, hogy belementünk a párcserébe, igazából az a lényeg, hogy én nem csalódtam azokba, akikkel ezt megbeszéltem. Mariannának védettsége volt, azt nem lehet kivédeni. Ha valakit kiszemel magának, akkor azt gondolom, hogy azt nem lehet kivédeni. Tehát, hogy ez így alakult. Bele kell törődni sajnos. Ez egy iszonyatosan kőkemény játék. Ez egy nagyon kemény játék. És ugye tök fura, hogy ott van benne a iszonyatosan kemény játék, a játék szó. Itt is jól érzi magát az ember egy adott pillanatig, amikor nem kap egy feladatot, amikor nem állít ez a játék olyan feladat elé, amit ha jól oldasz meg, és átgondolod, akkor jól jössz ki belőle, de viszont, hogy rosszul oldod meg, akkor az sem azt jelenti, hogy kiesel. Sokkal rosszabb az, amikor nem esel ki és rosszul oldottad a dolgot, és itt kell bent maradnod tovább. Most kíváncsi lennék, hogy Gábornak milyen lehet, jó, én milyen gondolatok játszódnak le benne. Nagyon szét fogom szívni a vérét. Megkérdezem, hogy milyen érzés egyedül lenni. Már most ezzel mindenkinél eljátszotta a bizalmat. Itt most mindenkinél. Rább is nálam biztosan. De szép, szép húzás volt. Nálam tudtira, hogy eljátszott a bizalmat. Szerintem Bence nem haragszik, vagy nem annyira haragszik, mert én úgy éreztem, hogy ő is kitenné már Adrit, csak ne neki kelljen megtennie, de nem jutott vele egyről a kettőre. Szerintem nem bánja, hogy Adri hazament. Merülhetünk? Persze. Én. Én. Nem, én. Én, mert... Hát én nem vagyok jó emberismerő, hanem nekem való ez a játék sajnos. Adriennek kéne itt lenni, és nekem otthon. Nem. De... Ha tényleg én megmondtam, hogy én beállok Peti mögé, vagy Gyula mögé, és helyítettük volna, hogy ott fog mögötted állni, és marad Bence mögött, akkor nem esik ki. És itt maradt volna. És most miattam esett ki, mert nem tudtam most nyitni az új lányát. Most úgy érzem, hogy így kicsit egyedül maradtam, de valamilyen szempontból viszont úgy érzem, hogy nagyon nagy erőt adott, hogy Adrienn nekem elment, mert annyira összetörtem, hogy megerősödtem. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy tényleg játszani kell, és hogyha tényleg valaki szemébe kell hazudni, akkor tényleg az kell. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul. Loki, segítesz? Persze, mit segítsek? Fölvinni egy matracot, meg nem találom a kék takarót. Hát fiai. Vagy a zöld takarót, bocsátozom a szingliba. Ugye ezt fölvinni? Persze. De nem tudom, meg... hol a zöld takaró ennyi. Szerintem itt a legjobb, nem? Nyugodtan fekszek le aludni, mert Adrienn távozott, de mégis utálattal, mert Gáborral kell egy szobában legyek. Ez nagyon nehéz lesz, de túl fogom élni, hogy a céljainkat elérjük. Jobb a hangulat szerintem már most, hogy Adrienn elment. Borzalmas, hogy az emberrel együtt kell laknom. Hát, te választott párod. Ja, legalább Adrienn hazament. Tessék? Legalább Adrienn hazament. Mi a véleményem? Holnapi napon ezt szerintem... Jó éjszakát! Nézd, én már mondtam neki, hogy... Mit beszéltek hogy... meg? Hogy lehet ezt megbeszélni? Ott tartok, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ez így van. Én úgy gondolom, hogy a Gáborka megint ugyanazt a hibát követte el, hogy túl gyorsan reagálta le a dolgokat, és ez a baj, hogy számomra a Gábor teljesen elvesztette a bizalmat. Teljes mértékben. És ezt meg is mondtam neki, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ezt a mai napon több mindenkinek el is mondtam. Én túl tudok lendülni rajta, de soha nem fogom elfelejteni. Van 15 nap a fináléig. Kivel tudod elképzelni a táját? Kikkel tudod? Nem kivel, kikkel tudod elképzelni a táját a fináléban? Jelenleg? Hm? Őszintén? Teljesen őszintén. Veled? Miért? Istenem. De most, ha őszinte vagy, akkor el tudod mondani? Több szempontból is. Jó, igen. Jó miért? Játékosnak tartalak, nyitott vagy, elvileg őszinte is. Mi az, amit egyelőre... Nézd, 5 napja vagyok itt, nem tudom, hogy az előzményekben mik voltak. Mit hallottál rólam? Hm? Őszintén, nem kell emberek. Én úgy tudom, hogy nem vagy ez a párcserés típus. Ugye a Bence felé próbálok nyitni, mivel hogy a Tinában nincsen olyan komolyabb, szorosabb kapcsolatom, a Gáborban nem tudok megbízni, tehát... sakmat helyzetben vagyok. Na mi van, kisfiam? Lejössz még hozzánk? Már nem, szerintem már nem, mert hoztam föl direkt gyújtót is, meg cigit is. És te miért jöttél? 20 millióért jöttél? Nem. Ha nem? Nem. Jó, gondolod meg a válaszod. Én abban reménykedem, hogy találok valaki olyat, akiben megbízhatok. Tehát? Tehát nem magamnak szeretném a pénzt. Soha életemben nem is voltam olyan, és amin van, általában azt odaadom inkább másnak. Akkor 10 millió forint értél? Igen. Nagyon sokat gondolkozok azon, hogy mi lesz a jövőben, hogy valóban Tinával fogom folytatni ezt a játékot, vagy pedig esetleg az új játékost, Orsit fogom előnyben részesíteni. Viszont Orsi lehet, hogy egy kicsit jobb társaság lenne a többiek számára is. Viszont benne, megmondom őszintén, hogy így azért a vége előtt 15 nappal nem tudnék már úgy megbízni. Jó. Én a vágyfővel megyek haza akkor is, hogyha 0 forinttal megyek haza. De nem fogsz, ha esetleg úgy alakul, hogy az én párom vagy. Hozzáadni. Jó egy címet még azért el kéne szívnom. Mi? Jó egy címet el kéne szívnom. Én nem tudom, hogy a Bence mennyire áll ehhez a dologhoz őszintén hozzá, de mindig a legrosszabbra számítok, és úgy gondolom, hogy ha esetleg választania kéne, akkor nem biztos, hogy én lennék az a személy. Viszont egyelőre most a Bencében gondolkozom. Kérhetek egy cigit, meg egy gyújtót. Egyébként szeretnél dohányozni? Egyébként szeretnél dohányozni? Hát, ha szeretnél, felőlem csatlakozhatsz. Megint arra lesz. Nyugodtan. Tessék? Akár ketten is. Egy jó cigek megyek veled, meg úgy beszélem van veled. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Én is nagyon örülök. Voltak kételjeim azért. Őszintén szólva Orsival nagyon jól el tudunk hülyéskedni, beszélgetni, de nem tudok benne maximálisan megbízni, de nem hiszem, hogy olyan helyzetbe fog ő kerülni itt a játékban, hogy ártani tudjon nekem. Én maximálisan megbízom Lokiban, tehát tudom azt, hogy őt nem fogja tudni elcsábítani mellőlem. Tudom, mi a helyzet? Mi beszéltél Bengámmal? Semmi kíváncsi volt arra, hogy ugye tegnapi nap során volt ilyen fajta beszélgetésünk, hogy mentem hozzá, és mit szólnak az, hogyha mi egy párt alkotnánk. Aha. Kiejtett volna téged? Persze. Szerintem igen. Nem beszéltünk erről, ő igazából azt mondta, hogy el tudja képzelni azt, hogy mi egy párt alkossunk. Elgondolkozom azon, hogy tényleg kikben bízhatsz, és tudod, hogy kikben nem bízhatsz, és nem csak ugyanakkor gondolom. Tudom. Mert a történet szerint, meg a kotta szerint nem így lett volna vége a dalnak. Úgy lett volna vége a dalnak, hogy te kiesel, és ezt a Benc is nem ő tudja, mert ők is így számoltak. Nézd, amit én beszélek a Bencével, annak nem biztos, hogy minden részlete igaz. Nem, semmi részlet nem igaz. Az a részlet igaz, hogy... Mármint úgy értem, hogy amit én kommunikálok felé. Bencét ne hazudjál, mert a Bence észreveszi. Viszont inkább nem mondjál semmit. És emlékezz vissza arra, hogy én mit mondtam neked, illetve mikor neked a Peti, mikor neked a Barbara, mikor neked a Marianna. Ez a négyest, amit még mondom neked, az soha nem felejtsd el, mert nem akarom neked rosszat, mert csúnyán hangzik, és nagyon nagy képűen hangzik, de mi tartottunk meg téged. Aki azt mondta, hogy szeretnék, hogy bennmaradj, azok elintézték, hogy bennmaradj, és el tudtuk intézni. És köszönöm szépen. Orsi egy meglepő fordulatot tanúsít a játékában, gondolkozik és nem másokra bízza a döntést. Szimpatikusan cselekszik, szerintem fel fog tűnni a feladathoz, és ha tényleg olyan korrektány, mint ahogy állítja, akkor itt nagyon nagy meglepetések lesznek. Én most nagyon jól érzem magamat. Úgy érzem, hogy egy kicsit megszűnt ez a negatív energia Adrienn távozásával. Szerintem most mindenki egy kicsit nyugodtabb, boldogabb, nincsenek olyan szintű szurkálódások, poénkodás természetesen van, de nem érzem azt, hogy most olyan nagyon-nagyon széthúzna a brigád. Nekem ez így jobban tetszik. Adrienn kiesése komoly indulatokat váltott ki. Gábor gyakorlatilag teljesen padlót fogott. Most viszont hamar talpra kell állnia, mert hétfőn egy mérföldkőhöz érkezik a játék. Most lesz igazán fontos szerepe a szövetségeseknek. Érkezik az utolsó új játékos, aki teljesen átalakíthatja a párosokat. Várom önöket, viszlát! Kedves fiúk, a következő párválasztó ceremónián egyik őtök sem állhat jelenlegi párja mögé. Sőt, egy másik fiút is meg kell nevezzetek, aki szintén nem állhat a jelenlegi párotok mögé. Az kemény amúgy. Te ezt kell megnevezni, és hogy én ki mögé fogok beállni, azon majd jövő zenéje. Ez kemény. Én Peti mellé akarok elni, és Petit nem mondhatjuk, hogy ne álljunk mögé. Persze. Kell egy fiú, akit nem szeretnél magad mögé semmiképpen sem. Egyetlen egy. Most kell minden fiúnak tényleg egymásra őszintének lenni. Fogva fog állni. Hogy nehogy az alap a bent lévő emberek ejtsék ki egymást véletlenül. Amúgy egyetlen egy jó hírem van számotoknak. Geri, az utolsó új beköltöző az Éden Hotel játékában. Tehát ez azt jelenti, hogy a most bent lévő 5 lányjátékos már biztos résztvevője a végjátéknak.